Megerősödött a térségi kohézió azzal, hogy a kis települések mellett Dombóvár is a társulás részévé vált, jelentette ki Pintér Szilárd. Azt a törést, melyet 2015 után megélt a járás, sikerült begyógyítani ezzel a lépéssel. Ez a társulás az idén január 1-jel bővült Dombóvárral, így a térség mind a 16 települése tagja már ennek a társulásnak. Szintén nagyon fontos, és hiszem, hogy a bizalmat tükrözi, hogy ma a Dombóvár közös hivatalához 5 település tartozik még, gyakorlatilag a térség egyharmadának dombavári hivatal intézi az ügyeit, illetve segít, hogy a településeken mindig magasabb színvonalú közigazgatási munka folyjon. A társulás arról is döntött, hogy a szociális ellátórendszerét is egységes szervezetben működteti tovább. Január 1-jével egyetlen egy ellátórendszer fog működni a járásban. Hisszük, hogy ez a racionális döntés mindenféleképpen szolgálja a kistérség összes településének az érdekeit. Remélem, hogy egy magasabb szakmai színvonalú munkával is elő tudunk állni, hiszen egy rendszeren belül a jó kvalifikált szakembereket meg tudjuk szerezni, és magunknál is tudjuk tartani. Ebben is egyöntetű volt a véleménye mind a 15 településnek, és örömmel csatlakoztak a Dombóvár kezdeményezéséhez. Annak ellenére, hogy a vírushelyzet miatt fennakadások voltak a szervezeten belül, a kommunikációban, ez nem okozott hátrányt sem a társulás, sem a településeink életében, mondta Pintér Szilárd. 2021-ben szeretnénk ezt a bepótolni, hiszen remélem és tudom, hogy kollégáim nagyon szeretik azokat az összejöveteket, amikor ugyan rövid időre, de szemtől szembe, egymás szemében nézve el tudjuk mondani a véleményünket, és látjuk az arcokon a visszacsatolást, és minden esetben építő jelleggel fogunk a végén kezet és haladunk tovább. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy azok a fejlesztések élvezzenek prioritás Dombóváron, mely szolgálja nem csak a város, de az egész térség életét, jelentette ki Dombóvár polgármestere. Ebből a szempontból is fontos a mentőállomás és a térségi szabadidő és sportcentrum építkezése. Egyetlen egy fejezettel tartozunk még dombováriaknak és a járásnak, az STK épületének a felújítása lóg még a levegőben. Remélem, hogy korra tavasszal erre vonatkozóan is pozitív híreket tudok szolgálni. Sajnos egy évek óta elhúzódó probléma ez a gyepmesteri telep, és a kóborkutyáknak a befogása és azoknak az őrzése pillanatnyilag csak ma Dombóváron történik, elég most a körülmények között. Nyilván ez abszolút fejlesztésre szorulna, és abszolút térségi funkciót kellene, hogy töltsön be. Hiszem, hogy a közeljövőben erre közösen meg tudunk jelenni, és valahonnan valamilyen pályázati forrásból tudunk pénzt szerezni. Egy 21-es, 27-es tervezési időszak küszöbén azok a kapcsolatok, amelyek eddig is jók voltak és erősek voltak, felszínre hoznak olyan gondolatokat is, amelyek mentén nyilván tudunk hatékonyabban együtt dolgozni, és mindazokat a helyzeti előnyöket, amelyekkel Dombóvár bír, mind a 15 település számára tudom biztosítani. Számomra nagyon fontos, hogy a vidék és a város összhangban működjön, hiszen azonos érdekeink vannak. Az, hogy ebből adódóan azokat, amit én mondok, hitelesek legyenek, előtte mindig egyeztetni kell kollégáimmal, hogy bizonyos dolgok, hogy tényleg ők is azt gondolják, amit én gondolom. Nagyon kevés esetben van eltérő véleményünk. Az eltérő véleményünk sok esetben információ hiányból származik, és nyilván ez igaz mind a két oldalra, hiszen sokszor nekem is információ hiányom van. De hogyha tudunk leülni és egy asztal mellett végigbeszélni, és őszintén is nyíltan, hiszem, hogy olyan kompromisszum születik, mely nem Dombóvár, hanem a térség minden 16 településének érdekét szolgálja. Azt gondolom, hogy az a legnagyobb erősségünk, hogy tudunk nyíltan és őszintén beszélni egymással, így megítélésem szerint nincs olyan probléma, amit ne tudnánk közösen megoldani.